Üdvözlöm, kedves barátaim! Most vannak választásunk, és van egy jó téma ezzel kapcsolatban, a vezetőkről. Kik a vezetők? Milyen legyen a vezető, vagy a király, az uralkodó, vagy irányító? Különböző kategóriák lehetnének, vagy a szintek, de az igazi vezető lehet, hogy nagyobb, kisebb kaliberű, de alapelvek az egyenlők. És védikus írások, ők adnak jó kis leírást, hogy ki az igazi vezető, ki az, aki tud, mit kell csinálnia, és tudja megoldani az országnak a nehézségeit, vagy a problémákat, de hát nézzük meg inkább akkor mindent sorba. Rövid lesz, remélem, nem terveztem sokat beszélni, de ami írtam össze, hát legyünk először a cél. Azt nem írtam ide ki nektek, de a cél egy vezetőnek, hát a társadalomnak elsődleges a lelki kell, hogy legyen. És neki kell biztosítani minden polgárra, aki él az országába, gyakorolhassa, nem kényszeríti, de gyakorolhassa, adja mindenkinek lehetőséget, a vallást, a lelki útját. És természetesen mindenki, aki milyen tradícióban gyakorol, akkor azt kell biztosítani. Mert végül önmegvalósítást kell elérni, de önmegvalósítás elérése, ez a lelki gyakorlat által történik. Akkor virágozni fog a társadalom, hogyha ezt biztosítja és támogatja, nem csak biztosítja, hanem támogatja, hogy emberek legyenek lelki beállítottságos, legyenek lelki céljai. Akkor a gazdasági szinten, társadalmi szinten, egészségi, morális szinten egyensúly és harmónia lesz a társadalomban. És akkor írtam, lehet sokféle tulajdonságot is beszélni, de nem szeretnék elhúzni a mai kis találkunkat, ezért egy pár dolgot összeírtam nektek, hogy egy vezető milyen kell, hogy legyen az a vezető, aki vezet másokat, aki felelősséget vállal. Amúgy vezetőség, vagy vezetni másokat, mondjuk egy királynak, vagy egy államtitkárnak, vagy egy prezidentnek, vagy köztársaság elnöknek, ez egy ugyanaz a király igazából, ez egy felelősség. És erre természetesen kell, hogy legyen felhatalmazása és képességei, hogy boldogat tegyen az országot. És van, itt látjátok, egy pár gondolat, ami védikus írásokból készítettem nektek. Gondoskodik mindenkiről. Szóval ő ezzel él, hogy gondoskodik. Hogyha ő lát, hogy valahol valaki szenved, valahol valami probléma van emberekkel, akkor ő vagy állatokkal, ez is az ő állampolgárai, akkor gondoskodik mindenkiért. Hogyha mondjuk leég egy falu, valamilyen katasztrófa történt, akkor a királynak kell gondoskodni, hogy kapjanak egy más lehetőségeket, lakásokat, házokat, azok a személyek, akik kárba veszett a tulajdonuk. Ezért kell így gondoskodni állatokért, akkor, hogy etetni, ne legyen gyilkolás, állatmészárlások és a többi. Szóval mindenkit kell gondoskodni. Ezen kívül védelmet kell nyújtani mindenkinek. Meg kell
Ugye a vezető mindig akar védelmet adni. Hogyha valaki panaszkodik, hogy valami probléma van, vagy valami, akkor vállalja a vezető, hogy megvédi. Ő nem tűri, hogyha valaki, hogy mondjunk, oktalanul bántja másokat. És mindegy, kit, egy öreg embert, vagy egy nőt, vagy gyerekét, vagy egy állatot, hogyha valaki kínózza, vagy szenvedést okoz, akkor meg kell védeni. Ez egy vezető rögtön érzi, hogy a mindenki, aki nála királyságban van, az az alattvalói, akkor ő az azt jelenti, hogy hatalmában van neki megvédeni, akkor ő hatalmasabb a többieknél, és akkor egy természetes érzés. Ez egy természetes érzés, hogy szeretnék védelmet nyújtani. Ahol látom, hogy valahol van valamilyen szenvedés, akkor azonnal védelmet adok. Szóval így gondoskodni mindenkiért. Például régen az ember mehetett volna királyhoz panaszkodni, hogy most nem sikerült a termés, mert nem volt eső, vagy valami más történt, és akkor most te vagy a felelős király, most hogyan etessem a családomat? És akkor király meg kellett, hogy gondoskodjon és megvédjen őket. Így történt régen. Akkor ezen kívül meg kell hallgatnia embereket, vagy polgárokat, akik ott laknak az ő királyságában, vagy országában. Ez nagyon fontos. Itt is számtalan példa van, nem csak a védikus rendszerben, hanem még a régi európai rendszerekben, mikor a királyok átöltözték egyszerű ruházatba, és elmentek a piacra emberek közé, és hallgatták, milyen véleményük vannak a királyról. A diktátorok is ezt kihasználták, hogy a lázadókat megöljenek, de igazi király meghallgatja, mert meg akarja próbálni, hogy úgy mondjuk belelemászni az ő alattvalóknak a bőrébe, hogy ők hogyan élnek meg az irányítást, hogy hogyan irányítva vannak, hogyan gondoskodva vannak, és így tovább. Ezért király mindig ment, hallgatta, hallotta mindig, nem kifogásolta, és hogyha jogos volt, akkor változtatta ezen. Ez nagyon fontos. Vannak ilyen most is néhány uralkodó a világban, akik mennek rendszeresen emberekhez, hallgatják őket, kapnak ilyen cetliket, ahol írják valami panaszot vagy kérést, akkor ő megnézi, akkor csinálja a televízióban minden évben, nem mondom a nevét, egy ilyen 4 órás élő vonalot bárki hívhatja, bárkit, bármit megkérdezheti, számon kérheti, panaszkodhat. És ez minden évben csinálja egy ilyen egy vezető. Ez jó, ez nagyon fontos. Ez a nagy erős, látszik, hogy erős az ember, hogy ő meg tudja hallgatni, meghallja, és tesz valamit. Ez a nagyság méretű. Amikor valaki mondja, ne kritizálja, vagy valami, az lehet, hogy nem is igazi vezető. Jó? Igen, köszönöm a lájkokat. Fontos, nagyon. Lájkokat, megosztásokat, bármit. Következő, amit írtam, hősies. Igen, egy a vezetőnek nem szabad gyáva lenni. Bátor és hős. Mert országban nagyon sok probléma lehet. Nagyon sok mindent kell megoldani, de hogyha bátortalan, akkor ember megijed. Mert valamikor kell kiállni az országért. Valamikor egy másik ország jogtalanul saját szabályokat akar másiknak mondani, de akkor kell bátran lenni, és akkor megvédeni a hazáját. Hős, tettekre képesített kell, hogy legyen a személy. Ugyanakkor egy igazi vezető mindig derős, mindig jókedvű, mosolyog,
és ragyog, mint a nap, mert ő mindig, hát általában még a vezetők, ők a saját irányukat nem csak úgy én kitaláltam, hanem ellenőrizték a szentírások alapján, mert szentírás megmondja, hogy hogy kell irányítani, hogy kell gondoskodni és minden más csinálni, akkor ők így hitelesen mindig építették a saját működését, ezért ők mindig meg voltak győződve, hogy ők helyesen cselekednek, és hogy ők akarják védelmet nyújtani és gondoskodni, és ettől, hogy ők ezt csinálhatják, meg ez a természetük, ők mindig jókedvűek, derősek. Nem ilyen túlterhelt, az nem vezető, aki egy kis problémától túl lesz terhelve, és akkor depresszióban van. Vezető, ő szereti a harcokat, vállal a harcokat, mint egy feladatokat, nem csak egy háborúkat, hanem feladatokat megoldani, kiemelni, mondjuk, hogyha elsüllyed az egész ország depresszióban, mert válság ért el. Na, egy igazi vezetőnek ez egy kihívás, és ő bátran, nagyon jól látja, van egy víziója, és akkor ő gondoskodik mindenkiét, és kivezeti az országot a gödörből, kiemeli. Ez is egy fontos. Akkor már mondtam, igen, hogy hallás. Hallani a vezetőnek fontos. Nem lehet irányítani az országot, vagy csoportot, hogyha nem halljunk, akik a hazánk tartozik, és ránk vannak bízve a mi irányításunkra, irányításunk alatt van. Ezért ez fontos. Hát így pár gondolatot, amit gondoltam, megosztom veletek, és írjatok kommentekbe, mi a ti véleményetek ezzel kapcsolatban, mit hallottatok róla ti, vagy olvastátok, én nyugodtan, kíváncsiak vagyunk, és majd folytatjunk, máskor találkozunk, aztán mindenkinek nem sokára már hétvége lesz, jó hétvégét kívánok, az, aki köztetek vezető, akkor legyetek bátorok, és csináljunk valami jó dolgot, mert a vezető alatt mindenkinek boldog kell, hogy legyen. Egy igazi vezető alatt. Jó, és mindenki egy vezető, valaki otthon is vezető, gyerekek akkor legyenek boldogok, vagy családja legyen boldog, és akkor így végül saját magának a vezetők vagyunk. Rendben. Akkor még egyszer minden jót, legyetek boldogok, elégedetek, és várunk kommenteket, iratkozzatok fel ide Facebookra, és a YouTube csatornára, amit látjátok itt most, kiírtunk nektek. Rendben. Köszönöm szépen, Hare Krishna.